Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A Lean Enterprise Institute Magyarország webinárium sorozatának harmadik részében, amikor is ugye a célállapot típusú problémákkal fogunk foglalkozni. A következő 60 percet együtt töltjük, ami remélhetőleg egy jó hír, majd a végén megmondjuk. És akik már csatlakoztak hozzánk az első két részben, azok tudják, hogy technikai információk az alábbiak, bár mindenki nagyon jól tudja ezeket a rutinokat, hogy legyetek szívesek kikapcsolni a mikrofonotokat, illetve a kamerátokat. A program alatt, vagy hát amíg mi beszélünk, majd hárman fogunk beszélni egyébként, Berecki Csaba, Szalai Csaba és jó magam, Molnár Szabolcs. Nyugodtan tegyetek fel kérdéseket a chat ablakban, van egy ilyen chat funkció, nyugodtan írjatok oda, és akkor ezekkel fogunk a kérdések szekcióban foglalkozni, illetve amikor eljön ez a bizonyos kérdések szekció, akkor nem csak írásos, hanem szóbeli formában is nyugodtan lehet kérdezni, ez egy ilyen beszélgetésre invitálunk benneteket a végén. Miért is jött létre ez a webinárium, hogyan született meg nekünk ez a gondolat? Igyekeztünk valamiért kitalálni, ami a jelenlegi helyzetben a vállalatoknak segítségére lehet a pandémiás helyzet adta helyzetek problémák megoldásában, és azt gondoltuk, hogy a problémák struktúrálása, a különböző megközelítések áttekintése, problémamegoldó folyamatoknak a tudatosabb átismétlése, ez hasznos lehet. Ami az alapjául szolgál ennek ezeknek a beszélgetéseknek, az nem más, mint a Lean problémamegoldó kézikönyve, ugye ezt tavaly adtuk ki, ezt a könyvet, az eredeti címe Four Types of Problems, és ennek a könyvnek a szerzője Art Smalley, aki itt járt nálunk ugye tavaly a Nemzetközi Lean konferenciánkon, és személyesen is találkozhatott vele az, aki részt vett ezen a programon, hiszen adott elő egyrészt plenáris előadást is, másrészt szekcióban és felvezető workshopon is beszélt erről a témáról. Úgyhogy innen indulunk, és az ő általa felvázolt négy problématípus feldolgozását tűztük ki célul, és most a célállapot típusú problémákról beszélgetünk. A házi feladatot is kapott mindenki, remélhetőleg sikerült megnézni a videót, elolvasni az előzetes olvasnivalót, olvasási gyakorlatot. Három részre tagoltuk itt az elméleti részt, egyrészt egy általános áttekintő, majd egy elméleti áttekintés a harmadik típusról, illetve lesz egy esettanulmány bemutatása is a végén, majd pedig ugye az előbb említett kérdések és nyitott beszélgetéssel zárnánk ezt a 60 percet. A házi feladatok között volt egy feladatválasztós kérdésre való invitálás is, azaz jelöljétek be, azt kértük, hogy jelöljétek be, hogy a vállalatodnál jelenleg mi jellemzi a harmadik típusú problémamegoldó gyakorlatokat. Hát a jó hír az, hogy van ennek értelme, hogy erről beszélgetünk. 71%-a a válaszolóknak azt válaszolta, hogy a harmadik típusú problémákat jobbára szorványosan és következetlenül nem rendszer szintűen oldjuk meg, és hát sajnos nem volt olyan válaszoló, aki azt mondta volna, hogy proaktívan és innovatív módon veszik célra ezeket a típusú problémákat. Tehát, hogy van miről beszélni, van tartalék természetesen ezen a területen, mint egyébként általában bármilyen területen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, és aki már harmadszor is csatlakozik hozzánk, az valószínűleg már kívülről fújja, legalábbis nagyon reméljük, hogy kívülről fújja, de mégis fontosnak tartjuk, hogy minden egyes alkalommal ezzel kezdjük, és tekintsük át az öt dimenziót, amit keretként használunk mi minden egyes együttműködésünknél, minden egyes partneri viszonynál, és ez volt az, amit az animációs tartalmazott John Shupp tolmácsolásában. Mi is ez az öt dimenzió? Ugye az első kérdés számunkra mindig az, hogy ha elkezdünk együtt dolgozni egy vállalattal, egy szervezettel, hogy mi az a probléma, amit szeretnénk megoldani, és ugye itt az első kérdés, mi is az a probléma, mi a probléma definíciója. Ugye a probléma definíció ez nem más, mint a jelenlegi és a célzott állapot közötti eltérés. Tehát mindenképpen egy gap, mindenképpen egy eltérés az, aminek a definiálására törekszünk, aminek viszont mindenképpen mérőszámmal kell megjelennie, azaz konkrét mutatóval és azonos mértékegységekkel kifejeznünk ezt a problémát.
Tehát jelenleg 100 darabot tudunk gyártani egy műszakban, és szeretnénk, hogyha 120-at tudnánk gyártani, tehát az eltérés az a 20 darab, ez a probléma. Ha megvan a probléma definíciónk, ugye ez minden esetben ügyfél elégedettséghez, ügyfél értékhez, ügyfél által definiált értékhez kell, hogy kapcsolódjon, akkor a következő kérdésünk, hogy milyen tevékenységek, milyen munkavégzés vezet a jelenlegi helyzethez, és hogy kell megváltoztatnunk a munkavégzést ahhoz, hogy elérjük a kívánt helyzetet. Tehát nem csak itt lesz nekünk egy eltérésünk mérőszám tekintetében, hanem a munkavégzés tekintetében is ugye azonosíthatunk egy eltérést. Hogyan kell megváltoztatnunk a jelenlegi folyamatainkat. Itt jöhetnek a folyamatfejlesztési technikák, a lean eszközök, módszerek alkalmazása. A másik, ugye, ami nagyon fontos a folyamatok fejlesztésével párhuzamosan, az emberek fejlesztése, hiszen nélkülük nem tudjuk fenntarthatóvá tenni a változásokat, nem lesz hosszú távú bármilyen fejlesztés, ezért az ő bevonásuk, az ő problémamegoldó képességük fejlesztése az legalább annyira fontos, mint a folyamatfejlesztés. Úgyhogy ennek az egyensúlyára különösen nagy figyelmet kell fordítani. A negyedik dimenzió, ami szintén segít abban, hogy hosszú távon is működjön a változás, és fenntartható legyen a változás, az pedig a vezető és a vezető szerepe, ami kettős, ugye önmagában a vezetői viselkedés, tehát a vezetői minta, példamutatás, amit a vezető állít, pont aki már itt volt 3 óra előtt egy-két perccel, az tanulja lehetett egy pár beszédnek, hogy ha elvárjuk a dolgozóktól, hogy viseljék a maszkot, akkor vezetőként is példát kell mutatnunk, és elő kell járnunk ebben. És a menedzsment rendszer, tehát azok a rutinok, azok a napi, heti, havi, negyedéves, éves tevékenységek, amiket azért vezetünk be, és azért alkalmazunk, hogy fenntartsuk ezt a változást, hogy fenntartsunk bármilyen változást, amit szeretnénk a szervezetünkben, hogy megtapadjon. Az ötödik dimenzió pedig azok az alapvető értékek, szemlélet, paradigmák, ugye, amik vagy támogatni fogják ezt a transformációt ebben a 4 dimenzióban, vagy pontosan ellene fognak dolgozni, tehát érdemes azonosítani itt is az erősségeinket és gyengeségeinket. És az nagyon fontos, hogy önmagában soha nem lehet a kultúra megváltoztatása a cél, hiszen nem tudjuk definiálni mérhetően a kultúrát, tehát nem igaz arra, hogy ki tudunk fejezni egy számszerű eltérést kultúra szinten. Tehát a kultúra az mindig csak egy következmény, egy kultúra változtatás mindig egy következménye lesz annak, amit az előbbi 4 dimenzióban tettünk. Tehát ez olyan, mint az árnyék, önmagában az árnyékot nem tudjuk megváltoztatni, csak hogyha megváltozik a test, amely veti az árnyékot. Ennek az 5 dimenziónak a fejlesztése egyaránt fontos, és fontos, hogy ezeket egymással párhuzamosan, egymással egyensúlyban fejlesszük. Illetve azt még fontos elmondani erről az 5 dimenzióról, hogy ez fraktális, azaz egyaránt alkalmazható az 5 kérdés, az 5 dimenzió mondjuk egy gép szinten, hogyha egy gépnek a kimeneti teljesítményét szeretnénk fejleszteni, érdemes feltenni ezeket a kérdéseket ebben az 5 dimenzióban, és egyaránt alkalmazható vállalati szinten egy vállalati transformáció esetében. És ugye, ha már az 5 dimenzióról beszéltünk, akkor az első, amivel kezdtük, ugye a probléma definíció, és itt kapcsolódunk a témánkhoz, mert hogy ugye 4 típusú problémát tudunk megkülönböztetni ART kategorizálása szerint. Ez a 4 típus pedig nem más, mint a hibaelhárítás, a standardtől való eltérés, a célállapot és a nyílt végű problémák, problématípusok. Ugye 2 nagy csoportja van ennek a 4-nek, az egyik az okozott problémák, azaz a reaktív problémák, az az 1-es, 2-es, amikor valamilyen változásra reagálunk probléma megoldással, a 3-as, 4-es pedig nem más, mint amikor proaktív problémákat oldunk meg, azaz mi hozzuk létre a problémákat, fejleszteni szeretnénk a jelenlegi működésünket. Jó, gyors példa mindegyikre, a hibaelhárítás, ha lemegy a biztosíték a lakásunkba, akkor ugye hibaelhárítást végzünk, azaz visszaállítjuk az eredeti állapotot, tehát valójában ez egy ilyen go-no-go kategória, szeretnénk minél előbb az eredeti állapotot visszaállítani. Van egy minimális gyökérokelemzés, tudom, hogy vagy rájövök, hogy azért valószínű, mert mondjuk egyszerre ment a mosógép, szárítógép, a sütő, meg a vasaló,
ezért mondjuk kikapcsolom valamelyiket, és újra fel tudom nyomni a biztosítékot. Ugye a kettes típus, standardtől van a eltérés, ha az én autóm 10 litert fogyaszt 100-on, de azt hiszem észre, hogy egyszer csak nem tudom, 15 litert fogyaszt 100 kilométeren, akkor szeretném visszaállítani az eredeti 10 litert per 100 kilométer. Ugye minden relatív, mennyire örültem, vagy örülök ilyenkor annak a 10 liternek. De hát ez, hogyha nem egy egyértelmű hiba, akkor el kell vinnem a szerelőhöz, aki egy komolyabb elemzéssel, egy komolyabb vizsgálattal tudja meghatározni, hogy miért növekedett meg a fogyasztás, és hogy lehet visszaállítani az eredeti 10 literes fogyasztást. A célállapot a hármas, hogyha az előbbi példára visszatérve, ha 100 terméket gyártunk egy műszakban, és mindig is ennyit gyártottunk, soha nem gyártottunk még 120-at, akkor a kérdés az az lesz, hogy hogyan tudunk eljutni a 120-as kimeneti teljesítményig, nem jártunk még ilyen magasságokban, ez egy külön tevékenység, erről fogunk ma mélyebben beszélni. A négyes pedig például az innováció, egy nagyon egyszerű hétköznapi példa, ugye az autóban, ha töltjük a telefonunkat, vagy bármit töltjük a telefonunkat, akkor sokan találkozunk azzal, hogy idő után elhasználódnak ezek a vezetékek. Hogyan tudjuk megszüntetni egyáltalán ezt a hibát, ezt a meghibásodást. Például az indukciós töltő, ez erre egy innovatív megoldás, ami eleve kizárja a vezetékek használatát, és az autóban egy bizonyos helyre helyezve a telefonunkat megtörténik a töltés. Jó, tehát a hármas típusról fogunk akkor már részletesen beszélni, és akkor ehhez átadom a szót Szalai Csabának. Egy pillanat. Szuper. Ennyire gyorsan azért ne haladjunk. Szóval a hármas típus lesz ugye a mai napnak a fókuszában. Itt, ahogy azt már Szabolcs is említette, ugye ilyen létrehozott eltérésekkel kell foglalkoznunk. Mind a hármasnál, mind a négyesnél. Ugye adódhat a kérdés, hogy egyáltalán hogyan létre ez a kategória, tehát nincsen jobb dolgunk, mint hogy eltéréseket kreáljunk saját magunknak, tehát van elég bajunk amúgy is. Miért nem maradunk meg az egyes, meg a kettes problématípusoknak a szintjén. Az ilyen eltérések létrehozásának a motivációja egyrészt lehet külső, tehát lehet, hogy például egy versenytársunk a saját folyamatainak a teljesítményét illetően előrébb jár már, mint mi, és ez egy ilyen valós versenyelőnyt jelent a számára. Nekem ilyen bankos példa jut a saját múltamból eszembe. Jelzálog fedezetes hitelek bírálatának az átfutási idejét kellett csökkenteni, és itt történt az meg, hogy az én ügyfelemnél ehhez képest más versenytársak már az egy héten belüli hitelbírálati időt teljesen fixen beígérték az ügyfeleknek, kommunikálták is ezt mindenféle felületeken. Tehát muszáj volt ezt a teljesítménynövekedést a folyamatnak az esetében megugrani, és lecsökkenteni az átfutási idejét a bírálati folyamatnak. Aztán lehet belső, kötődhet a saját magunk által meghatározott, jó esetben meghatározott stratégiai célokhoz, ezeknek a lebontásából származhat. Kötődhet így is ügyféligényekhez, azoknak a jobb kielégítéséhez, pontosan azért mondjuk, hogy új piaci lehetőséget teremtsünk magunknak, termelékenység növeléséhez, költségcsökkentéshez. Ami jellemzi ezt a fajta gondolkodást, hogy ez egy ilyen divergens gondolkodás, tehát szemben mondjuk a kettes típussal, ahol azért egy konkrét teljesítménybeli eltérésnek az okát, gyökérokát keressük, és ugye szűkítjük a valóságot, ameddig el nem jutunk a probléma lebontásán keresztül az első feltételezett okokig, aztán meg a gyökérokokig. Itt inkább az a jellemző, hogy egy célállapot irányába haladunk, és hogy oda elérjünk, több helyen kezdünk el párhuzamosan problémákat megoldani és fejleszteni. Kicsit szétfutnak a szálak, aztán később majd ezek fognak egy célállapotban megint összeérni, de jellemző ez a divergens gondolkodás, különösen az elején a folyamatnak. A jelenlegi tudásunknak a határát át kell lépni, el kell oda először is ugye érnünk, ez egy nagyon fontos pillanat, a mentor is, amikor látja ezt, akkor tudja, hogy jó helyen jár, és ezen túli területeken kell dolgozni, gyakorlatilag fogalmunk sincs, hogy hogyan fogunk eljutni a célállapothoz, csak azt festjük le saját magunknak, hogy ennek hogyan kell majd kinéznie, és miközben tartunk a célállapot felé, fedezünk fel újabb okokozati, ilyen mélyebb, rejtettebb összefüggéseket. Tehát nagyon nagy hangsúly van éppen ezért.
mivel hogy ismeretlen területen járunk a kreativitáson, és aztán pedig a szintézisen, hogyha azonosítunk ilyen összefüggéseket, akkor azokat be is kell építeni tanulás keretein belül, be kell építeni a saját működésünkbe, és aztán a következő ilyen mintázatnál már tudni kell ezeket az összefüggéseket alkalmazni. És ugye ez nem egy standardhoz való visszatérés, hanem egy meglévő standardnak a fejlesztése, olyan szintre, ahol még egyszer ugye soha nem jártunk. A következő dia arra hívja fel a figyelmet, hogy egyensúlyba kell tartani ezeket a probléma megoldó típusokat. Tehát míg a célállapot típusú fejlesztés azért az egy nagyon ilyen kedvelt, izgalmas történet, részt venni egy kaizen eseményen, tényleg olyan fejlesztést megvalósítani, ami egyértelműen teljesítménynövekedést okoz, nem szabad elfelejtenünk a másik két probléma típusnak is a gyakorlatát és a gyakorlását, és az ilyen típusú képességeknek a fejlesztését. Nem egy olyan ügyfelünk van, aki beleszerelmesedik a kaizenbe, a fejlesztési workshopokba, eventekbe, és akkor nagy csodálkozások vannak, amikor a nem tudom én hányadik fejlesztett folyamatnál, ami csak pilót fázisban nézett ki jól, és ott egyébként valóban hozta az eredményeket. Szóval nem tudom, hányadik ilyen esemény után azt látjuk, hogy romlik a folyamatoknak a teljesítménye, nem tudjuk ezeket a fejlesztett standardokat stabilan, üzemszerűen működtetni, nem tudunk hibákat elhárítani, nem tudjuk a standardtól való eltéréseknek a jellemző típusait azonosítani, és aztán megszüntetni. Tehát kell ez a kettes típus, mind a kettőre szükség van, ez a három, ez nagyon szépen kiegészíti és egyensúlyba tartja egymást. Egy félértést gyorsan eloszlatnék még itt az elején. A jobb alsó sarokban lévő könyv, a Vezetett a tanulást, ugye az A3 keretrendszerről szól, az alján kapott helyet a diának, de ez nem csak standardtól való eltérésre használható eszköz és jól használható célállapot típusú fejlesztésekre, erről még fogok majd beszélni a későbbiekben. Oké. Okay. Itt azt látjuk, hogy is lehet szépen összehasonlítani a kettes és a hármas típust. Vannak azonosságok és eltérések. Azonos az, hogy mindegyik SQDC témakörökre lő, tehát Safety, Quality, Delivery, Cost témakörben határozunk meg eltéréseket, és aztán ezeket próbáljuk ugye megszüntetni. A kettes típusnál, hogyha a baloldali részét nézzük ennek az ábrának, ott ugye inkább azért a múltra fókuszálunk, vissza akarjuk hozni egy olyan teljesítményszintre a folyamatunkat, ahol már jártunk. Azonosítjuk az eltérést ott bal fölül, hullámos diagram, aztán ugye a Pareto elvet segítségül hívva elkezdünk a kevés lényegesre fókuszálni, kiválasztjuk azokat a folyamatszakaszokat, vagy terméktípusokat, vagy top hibákat, amikre először érdemes lőni, mert az eltérésre lehető legnagyobb mértékben ezek hatnak, és aztán szépen végig toljuk, végig visszük, mondjuk egy A3-as keretén belül a probléma megoldó folyamatot, és megszüntetjük, vagy csökkentjük az eltérést. A múltra fókuszálva, és ez egy konvergens folyamat még egyszer, hogy a bal oldalra egy tölcsét is szépen be lehetne akár rajzolni az ábra tetejétől kezdődően egészen a gyökérokokig, amire építjük aztán az első kísérleteket. Jobb oldalt ugye jövőre fókuszálunk, van egy ilyen jövő fókuszunk, nagyon fontos, hogy ezt a célállapotot, ezt el kell tudjuk képzelni. Pontosan hogy fog kinézni ez a folyamat, mit látunk magunk előtt, amikor ez a célállapot folyamat majd működik. Ez leírható teljesítménybeli jellemzőkkel és működési mintázatokkal, illetve keretfeltételekkel. És a témakörök azok nagyon hasonlóak, ugye a célállapotot azt megfogalmazhatjuk egy rövidebb időhorizont mentén, illetve akár egyre távolabb időhorizontokat is hozzárendelhetünk ehhez. Ha nagyon a messzibe tekintünk már ilyen víziószerűen, akkor ugye amerre tartunk, az a 100% minőség, ugye a nulla hiba, a nulla munkahelyi baleset, a veszteségmentes működés, az összes vevői rendelést ugye 100%-ban szállítjuk ki határidőre, ezek a típusú célok, tehát SQDC területen belül mozgunk. Oké. A folyamat az egy kicsit azért más, tehát máshol vannak benne a hangsúlyok. Itt is ugye a jelenlegi helyzetnek a megértésén van először egy nagyon erős hangsúly, és aztán jön a céloknak és a célállapotnak a definiálása. Erről már pár gondolatot mondtam az előbb. És a célállapotnak a meghatározása után kezdjük aztán sorozatosan kis lépésekben megközelíteni. Vannak olyan megjelenési formái a célállapotra történő fejlesztésnek, ahol párhuzamosan több fejlesztést futtatunk, valahol kicsit szigorúbban ilyen egytényezős kísérletekben gondolkodunk, és egyszerre csak egy paramétert változtatunk meg. Egy példa célállapotra, sötét szoba példáját, egyszerű hétköznapi példáját hozza be a szerző. Ha egy kettes típusú fejlesztésben gondolkodunk, akkor úgy lehetne végigfuttatni ezt a gondolatmenetet, hogy van egy szobám, ahol ugye nem megfelelőek a világítási körülmények, a fényviszonyok, de egyszer már azok voltak, tehát a kettes típusú probléma megoldás keretein belül
gyakorlatilag az én munkám, az valószínűleg azoknak a világító testeknek, fénytesteknek, a, vagy fénycsöveknek, vagy izzóknak a megtalálására fog majd fókuszálni, amelyeket ki kell cserélni. Még célállapotra történő fejlesztésnél, nekem ugye el kell képzelnem azt a, azokat a körülményeket, amiket szeretnék látni mondjuk az irodahelyiségben. Tegyük fel, hogy mondjuk irodai munkáról van szó, adatrögzítés, feladat, vagy ehhez hasonló tevékenység, és akkor nekem ugye ki kell találnom, hogy a célállapotban ehhez a fajta munkavégzéshez leginkább passzoló, milyen színhőmérsékletű, milyen hány lux fényerősségű helyiséget szeretnék ugye létrehozni, milyen színű legyen a fal, akarok-e természetes fényt, és milyen mértékben, melyik napszakban ugye meg beengedni abba a helyiségbe. És aztán, hogyha ezek le vannak rajzolva, végig vannak gondolva, akkor kell ezeket a problémákat elkezdenem megoldanom, ami ez a célállapothoz kötődik. Át kell alakítanom lehet a szobát olyan szempontból, hogy akkor a fénytesteknek a számát változtatom, hidegfényre állok át, a nyilászároknak a számát kell mondjuk lehet módosítanom, és mondjuk a falnak a színét is lehet, hogy módosítanom kell. És a célállapot sorozatos megközelítése után pedig ugye jön a visszamérés, és már nagyon hasonlóan fejeződik be a probléma megoldó folyamat. Ugye több megjelenési formája van a célállapotra történő fejlesztésnek. Ez egyik talán legismertebb, az értékfolyamat feltérképezés és fejlesztés. Ez egy rendszer szintű fejlesztés, ez nagyon fontos. Tehát a teljes értékfolyamatot veszem górcső alá, és annak akarom ugye a teljesítményét fejleszteni, tehát például a teljes átfutási időt, a teljes értékfolyamatnak a minőségi kihozatalát, ugye a teljes anyag és információáramlás fejlesztésén keresztül valósul meg. Tehát a célállapotnak a létrehozása. Nagyon sok vállalatnál ismerünk és láttunk, meg vettünk is részt ehhez kötődő vezetői rutinban, vezetői standard munkában. Negyed évente ránézünk az értékfolyamatra, ez általában ugye valamilyen termékcsaládot ír le, és mondjuk egy gyártó környezetben, egy nagy autóipari beszállítónál dolgoztunk, ahol ez egy jellemző vezetői rutin volt. Ott a termékcsaládhoz kötődik ugye valahány cella a gyártáson belül, illetve azt kiszolgáló folyamatok, és akkor ennek a feltérképezése történik meg, mondjuk negyed évente. Tehát minden negyed évnek az elején megértjük a jelenlegi állapotot, és aztán fogalmazzuk meg a célállapotot, és ezt fel is visszük a térképre. Ez azt jelenti, hogy több helyen fogunk olyan problémát megjeleníteni, amit ugye be kell zárni a következő negyed évnek a végére. Illetve fogalmazó meg ugye egy kimeneti teljesítménynek a szintjén is konkrét elérni kívánt mutatószámokat a teljes értékfolyamattal kapcsolatban. És ugye amiket megszüntetünk, amikor a célállapot felé sorozatosan elkezdünk menni, azok általában a hét veszteségnek minden formája, kiegyenlítetlenség, túlterhelés, felesleges készletek, ingadozó minőség, és ugye csökkentjük ezáltal az átfutási időt. A következő megjelenési forma az már folyamatszintű, tehát nem egy teljes értékfolyamatot fejlesztek rendszer szinten, kevésbé holisztikus már ez a megközelítés, hanem egy konkrét standard munkafolyamatnak a fejlesztését látjuk most itt. A SMED aztán sokak által ismert módszer, ez a Single Minute Exchange of Dies. Gyakorlatilag ugye a Toyota-nak az átállási folyamatoknak a csökkentésére kifejlesztett módszer. Gyakorlatilag ez is egy standard munkafejlesztés néhány speciális elemmel. Nagyon érdekes még áttekinteni a Toyota történeti hátteret, mielőtt még belemászunk magába a módszerbe. Elképesztő siker, amit ők elértek ezen a területen. Karosszéria üzemben a présgépeknél az átállási időnek a csökkentését mutatja itt a jobb felső ábra. Az 50-es években ilyen körülbelül 5 órás átállási időkkel kellett még működniük, és aztán 23 év alatt egészen 3 percig sikerült nekik lecsökkenteni ezt az átállási időt, tehát körülbelül 98%-kal. Nem kérdés, hogy volt ebben technológiai fejlesztés is. Az egész folyamatot, egy ilyen jelszó is kapcsolódott ez az egész történethez. Tényleg az a jelszó jellemezte, hogy kreativitás a tőke felett, tehát jellemzően nagy részében a folyamatnak ilyen minimális beruházás menet, vagy beruházás nélkül tudták csak a standard munkának a fejlesztésével elérni ezt a csökkenést. Ha ránéztek az ábrára, akkor az is látszik, hogy egyfajta célállapotot is megfogalmaztak itt jobb oldalt, hogy megint akkor gyakoroljuk ezt a fogalmat. Ugye onnan kellett nekik eljutni, hogy egy gép, egy operátor, egy cikkszám, egy présgép, 30%-os kihasználtság, közel 5 órás átállási idő,
eljutni addig a célállapotig, hogy egy gép akár 3 plusz elszámot képes legyen felfogadni. Egy gépnél ugye egy operátor végezze a működtetést, 90% fölötti kihasználtságunk legyen. És hogy az átállási idő, az pedig most kérdés, hogy hova bökünk épp az idővonal mentén, mondjuk 62-ben az ott definiált célállapotnál az 15 perces volt. Érdekessége még a történetnek, hogy ők így 62-ben nem álltak meg, pedig már akkor is ugye világszínvonalú átállási képességük volt, vagy nem tudták, vagy nem értekelte őket, de aztán onnan még egy kisebb menetegségi ugyanes mentén ugyan, de még tovább mentek és tovább csökkentették az átállási folyamatot. Jellemző pontok egy ilyen SMED-es történetben az az, hogy megpróbáljuk ugye a jelenlegi helyzetet a műveletelemeknek a szintjén megérteni, külön választjuk azokat, amik csak belsőként végezhetőek el, tehát a gépnek a leállása után. Megpróbálom minél több mindent ugye kívülre tenni, külső tevékenységként megvalósítani. És aztán ugye együttesen csökkentjük mind a belső, mind a külső tevékenységeket, olyan jellemző megoldásokkal, mint például pozícionáló tüskék használata, az elsőre jól igazításhoz, rögzítéshez, a csavarok helyett gyors megfogók használata, a szerszámok előmelegítése, előkészítő tevékenységek standardjának az elkészítése, párhuzamosítás az operátoroknak a szintjén. További megjelenési formákról mondanék még néhány gondolatot. A SMED történetet most kicsit lekerekítve. Szintén célállapot típusú fejlesztés a Kata, Toyota Kata, ugye Rudder, Mike Rudder jelentette meg erről az ehhez kapcsolódó, talán számotokra is ismert szakirodalmat, Toyota Kata néven 2009-ben. Ez kétféle rutin definiál a szervezetek számára, akik célállapot típusú fejlesztésekben gondolkodnak. Az egyik, az a fejlesztési kata, magának a fejlesztésnek a rutinja. Négy lépésből elállott bal fölül lehet látni az ábrának ezen a részén magát ezt a folyamatot. Ugye egy távolabbi célállapotnak a kijelölésével indítunk, az iránynak a kijelölésével. Ez követi a jelenlegi helyzetnek a megértése, ez egy közös eleme, ha most belegondoltok mindegyik ilyen fajta fejlesztésnek. Aztán ugye visszabontjuk ezt a távolabbi célállapotot, és egy több célállapotra bontjuk le a kihívást, és utána a legközelebbi célállapotot megcélozzuk, és aztán azt kezdjük el sorozatosan megközelíteni az előttünk álló akadályoknak a fellistázásával, és aztán lépésről lépésre történő megoldásával egy tényezős kísérleteken keresztül. Kapcsolódik hozzá egy nagyon izgalmas vezetői rutin, a coaching kata, ahol is ugye a kata coach, a vezető, az azért felel, hogy egy saját coaching rutinjának a keretén belül, hogy a tanulót tudja fejleszteni, és ekközben egyébként magát a problémát is megoldják a kata folyamatban. Vannak még további megjelenítési formák, erről csak néhány gondolatot mondanék, így zárszóként. Az A3-at azt már behoztam, egyértelműen jól használható célállapot típusú fejlesztéseknek a végigkövetésére és mentorálására. Kicsit máshová kell tenni a hangsúlyokat, lásd az előbb bemutatott 8 lépéses folyamat. Aztán ott van a standard munkafejlesztés témakörben még két példa. A Training Within Industry témakörrel nagyon sokat dolgozunk mostanában, az elmúlt években, főleg a betanításhoz kötődő moduljával dolgozunk a legtöbbet, de van egy munkamódszerek nevű modul, ami pontosan munkafolyamatoknak, standard munkafolyamatoknak a fejlesztésére fókuszál, és ugye ott van a Toyota által használt standard munkafejlesztési eszköztár. Ez utóbbi kettőnek közös pontja, hogy műveletelemeknek a szintjén érti meg a folyamatot, rajzolja fel ehhez kapcsolódó űrlapokon, és aztán a részleteknek a megkérdőjelezésével folytatja a fejlesztést. Itt lehet látni ezeket a feltett kérdéseket a dia közepén, és ehhez kötődnek aztán olyan fejlesztési irányok, mint a megszüntetés, az összevonás, az átszervezés és az egyszerűsítés. És végül a legutolsó gondolat, mint további megjelenési forma, az a Jishukenhez kötődik, amiről majd kollégám fog részletesebben beszélni a következő gyakorlati példában. Át is adnám akkor neki a szót. No, szervusztok, üdvözöllek én is benneteket. Most ide a hármas típusú probléma megoldás, az egy olyan esettanulmányt hoztam, ami egy nemzetközi és ilyen Lead Global Network-ön belüli a példa,
A Csaba használta ezt a szót, hogy Jishuken, ennek a nagyon egyszerű fordítása annyit tenne, hogy self-learning, tehát arról szól, hogy hogyan tanulunk, és hát a Lean-be a tanulás az egyenlő a csinálással és a kísérletezéssel, és erre a kísérletezésre jött össze 2019. januárjában, februárjában Lengyelországban egy autóipari beszállítónál 12 ország a nemzetközi hálózatunkból, plusz a házigazdák, azért, hogy hogyan tudjuk itt a Lean transformációs keretrendszer gyakorlatban alkalmazni, illetve a képességeinket fejleszteni, főképpen a tanulási képességeinket. Ez az egész Jishuken nagyon hasonlít a Kaizenre, itt a tanulás azért egy fontos szerepet kap. Az egész azért úgy kezdődik, hogy vannak célkitűzéseink, vannak a célkitűzések, azok meg onnan származnak, hogy megértjük a kiinduló állapotot, és ennél a cégnél a kiinduló állapotot egy napot látogatták meg ott a tanítók, a szenszelyek őket, hogy megnézzék, hogy akkor tulajdonképpen milyen problémát is akarunk megoldani, és itt láthatjátok egy ilyen nagyon egyszerűsített értékfolyamaton keresztül, hogy az alap probléma az volt, hogy nem tudnak időben és mennyiségben teljesíteni a vevőik felé, azok várakoznak, vagy a kamionok várakoznak arra, hogy a termékek elkészüljenek. Mindeközben nagyon magas folyamatközi készlettel dolgoztak, de soha nem az készült el, amire éppen szükség volt, és hogy nagyon sok pénz állt a készletekben. Ugyanakkor 2019-ben még nekik egy jelentős problémájuk volt a munkaerő rendelkezésre állás, tehát egy 600 fős szervezetbe körülbelül 80-100 fő hiányzott, akinek ott kellett volna lenni, tehát ilyen nagyon komoly kihozatali meg termelékenységi kihívásuk is volt. Ez volt az első lépés, hogy föltérképeztük a hátteret, és onnan kiválasztotta a Sensei csapat egy olyan folyamatrészt, ami kritikus az egész folyamat, az egész ellátási lánc szempontjából, és annak kezdtük el megérteni a jelenlegi helyzetét hétfőn, amikor odaértünk. Tehát azzal kezdődött, hogy az összes résztvevő összegyűlt, körbejártuk a gyárat, megértettük, hogy mit is csinálnak tulajdonképpen, és a hétfői napunknak a részét azzal töltöttük, hogy jobban megértsük, mélyebben megértsük mindazt, ami ott történik. És hát ez a jelenlegi helyzet elemzés a következőt hozta, ez egy kombinált cella, együtt a vállalat egyébként már valahol tartott a Lean átalakulási során, létrehozták ezt a cellát, ez egy kivágás, a kivágási művelet, légzsák alkatrészeket gyártottak, a bal oldalról, ha indulunk, akkor föltették ezt a kék színű nagy alapanyagtekercset, az keresztül ment a vágógépen, a lézeres kivágáson keresztül, ott egy operátor működtette a berendezést, a végén láthatjátok ezt a leszedést, amit az operátorok igyekeztek a gép ütemében csinálni, majd azt készletezték ilyen folyamatközi készletekbe, aztán szétválogatták, elrendezték, és rá föltették az állványokra. Ez így dióhéjban a folyamat. Amiket láttunk, vagy megfigyeltünk, hogy annak ellenére, hogy volt egy ütemterv, volt egy átállási tervük, ettől az operátorok mindig eltértek, és a döntéseket a gépkezelők hozták annak megfelelően, hogy az operátorok a folyamat végén milyen jelzéseket adtak neki, hogy mi az, amire éppen szükség van szerintük. Ami szintén egy komoly probléma volt, hogy a leszedésnél túlterheléssel lehetett találkozni, tehát jött a gépből az anyag, akkor nem győzték leszedni, ott hullott a földre, potyogott, föl kellett szedni, selejtesek lettek, nagy kupacba rakták, amit aztán majd szétválogattak, tehát hogy egyáltalán nem tudtak az operátorok a gép ütemében dolgozni. A több órányi készletet halmoztak föl, és azokat összekeverték, válogatták. Nagy része az időnek abból telt, hogy egyáltalán próbálták csoportosítani ezeket az alkatrészeket, amit aztán erre a munkaasztalra vittek el, ahol összesen 12 operátor dolgozott. Ott, amit meg lehetett figyelni, hogy nagyon-nagyon nagy mennyiségben sétáltak, tehát hozták, vitték a dobozokat, válogatták, rendezgették az összekevert ételeket, újra munkálták, akár több mozdulattal is. És a következménye ennek az lett,
hogy az üres dobozok, azok üres dobozok voltak a polcon, időben nem készültek el a termékek, vagy nagyon bele kellett nekik húzni ahhoz, hogy a megérkező milkrán az el tudja vinni azt, amire szükség volt. A gépnek a teljesítménye oldalán pedig azt lehetett megfigyelni, hogy egy technikus próbálja ott az átállásokat végrehajtani. Időnként azt vették észre, hogy nagyon magas lett a reworknek, az újramunkálásnak az aránya, ilyenkor szóltak a gépkezelőnek, hogy a lézernek a tükörrendszere meg a lencséi azok elkoszolódtak, legyen szíves, álljon meg és tisztítsa le. Ez naponta 4-5-ször fordult elő, 10-15 percig tartott, aszerint, hogy kivégezte éppen. Volt olyan, amikor alapanyagot nem váltottak, csak terméket, ez naponta 20-szor volt, és 2-4 percig, 4 perces időt vett igénybe, illetve voltak olyan tételek is, ami alapanyagot is kellett cserélni, levették az előző hengert, föltették a következőt, ez a termék és alapanyag váltáshoz pedig 8-12 percet vett igénybe. Na, ezt a jelenlegi helyzetet értettük meg, eléggé ahhoz, hogy tudjunk egy célállapotot fölrajzolni, és hogy itt nem elemeztük nagyon-nagyon mélyen, hogy mi is okozza ezeket, egyszerűen csak megnéztük, hogy mi a célállapot, amit szeretnénk elérni, és a következőt találtuk ki. Az első, hogy legyen egy olyan kiegyenlített terv óránként, ami a high runnereket, tehát egy a nagy mennyiségben is gyakran előforduló termékeket tartalmazza, amiknek fix a sorrendje és az ütemezése, az egyéb tételek sorrendjét azt még meghagytuk, hogy azon lehet változtatni, és hogy az egészet nem az operátor döntései, hanem a milkrun a fogyások alapján fogja vezérelni. Ugyanilyen célállapotot állítottunk föl arra, hogy mi is történjen itt a gép és berendezés esetében, és azt mondtuk, hogy a célunk az, hogy egy technikus dolgozzon, a lencsetisztítást naponta 4-szer, tehát ennek a számát nem változtattuk meg, viszont ütemeztük, hogy mikor csinálják, azt 2-4-szer csinálja, és a 12-15 percről menjünk le 2 perces tisztítási időre. Termékváltás 2-4 percről csökkenjen le fél percre, és a termék plusz alapanyagváltás a 8-12 percről csökkenjen le szintén 2 percre. Hogyha megyünk itt a folyamatba tovább, akkor szintén kitűztük célállapotként azt, hogy a 12 operátor helyett 10 operátorral valósítsuk meg ezt a folyamatot, tehát növeljük a termelékenységet, feldolgozás legyen ütemidő szerint, nincs köztes készlet, és egy mozdulattal kerüljenek a tételek a dobozba. A mozgatással kapcsolatosan pedig azt a célállapotot állítottuk föl, hogy a doboz ne kerüljön köztes tárolóra, hanem közvetlenül arra az állványra rakják, ahol a milkranos megérkezik és elveszi minimális sétatávolsággal, ezzel elérve azt, hogy 100% a rendelkezésre állása a high runner, tehát a nagy mennyiségű gyakran forgó alkatrészekből. Ezt a célállapotot kedd délig állítottuk össze, tehát hétfő egy fél nap volt, amíg a hátteret megértettük, egy fél nap, amíg a jelenlegi helyzetet megértettük és elemeztük, és szintén kb. Fél nap volt, amíg a célállapotot fölépítettük, és azt nem tudtuk a megoldásokat. Néhány dolog az körvonalazódott, de nem tudtuk, hogy mit és hogyan fogunk megvalósítani. Ez csak az elérendő cél volt, amiben elkezdtük a kísérleteket végrehajtani, és egészen kedd déltől a csütörtök estig, 10-12 órában naponta, folyamatosan teszteltük az ötleteket, az az, amit a Csaba is mondott, hogy a kreatív megoldásokat hoztuk be. Javaslat, megnéztük, hogy ez működik vagy nem, mit tanulunk belőle, csináltunk egy következő kísérletet, azt is teszteltük, tehát hogy elképesztően sok kicsi PDCA ciklust hajtottunk végre. Ha összességében nézzük, akkor mondjuk másfél nap volt az elemzés, és 2,5 nap az, ami a csinálás, meg a standardoknak a kialakítása, tehát hogy máshová tettük a hangsúlyokat. És ennek az eredményeképpen sikerült a végén elérni azt, hogy a top 10 termékre 2 óránként egy kiegyenlített mintázat szerint sikerült csütörtökön délután már szállítani. A 100% nem teljesült, de hogy az előzetes ilyen 70-80%-ról ez fölment 95%-os a teljesítésre,
illetve a Milk Run, az gyönyörűen vezérelte. Itt látjátok azt a kis whiteboardot, vagy ilyen pin, mi ez, hogy hívják, ilyen flipchart állványt, amin ilyen maszkolószalaggal, vagy elölőszalaggal, meg nagyon egyszerű eszközökkel megvalósítottuk azt a fajta helydzsunka bordot, kiegyenlített tervet, ami szerint működni kellett az átállásoknak. A lencsetisztítást ilyen 2 percet tűztünk ki, az 2 percre nem sikerült elvinni, levinni, 2 perc, 10 másodperc körül ingadozott a kidolgozott standard alapján, viszont annyi változtatást még behoztunk a célállapothoz képest, hogy ez ütemezett, és akkor végezték el, amikor egyébként alapanyagváltások is voltak, tehát a gép az eleve állt, párhuzamosítottunk a tevékenységeket az állásidő alatt, ez alatt is lehetett egy jelentős időmennyiséget megspórolni. A termékváltás 30 másodpercet céloztunk ugyan meg, de az egy főnek 50 másodpercig tartott, ez is ingadozott a 38 és az 1 perc 10 másodperc között. Nem sikerült elérni a célállapotot, de a 2-4 perc helyett az 50 másodperc az azért jelentős előrelépés volt nekik. És a termék és alapanyagváltás 8-12 perce, az viszont lecsökkent 1 perc 50 másodpercre, itt annyival egészült ki a célállapot, hogy egy emberrel nem lehetett megvalósítani ilyen rövid idő alatt, kellett hozzá egy második ember, aki részben tudott segítséget adni, hogy a gépnek a másik oldalán párhuzamosan dolgozzon a gépet programozó operátorral. A kézi folyamatokat itt az ábra bal oldalán láthatjátok, meg azt a kis jelölőszalaggal vagy padlójelölővel körbe keretezett a ilyen kartonpapírt, vagy mi ez, hullámpapírt, amivel végül sikerült a munkahelynek egy ilyen tesztváltozatát sok kísérlet után átalakítani. Ott a 12 főt nem sikerült, 12-től a 10 főt nem sikerült elérni, ellenben 10 és fél fő elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy ütemidő szerint, tehát a gép sebességével egy időben, a köztes készlet nélkül, mindenféle rework vagy újramunkálás nélkül meg tudják csinálni a leszedést, és a teljes átalakítás az a végén 10 és 20-20 négyzetméter terület megtakarítást eredményezett azáltal, hogy közelebb kerültek az állványok meg a munkahelyek, és lecsökkent ez a sétatávolság. És hogy péntek délután, vagy péntek délben ez a folyamat már üzemszerűen működött, és akkor meg azzal foglalkoztunk, hogy milyen olyan probléma megoldó rutinoknak kell megvalósulni, amik egyes és kettes típusba tartoznak, és ezt hogyan fogják a cellavezetők, illetve a támogatók végrehajtani ahhoz, hogy ezeket az eredményeket fönn tudják tartani, vagy vissza tudják állítani, vagy azokat a finom hangulásokat elvégezzék, amikre nem került sor ez alatt a 4 nap alatt. Szóval így járnak, vagy járt kéz a kézben az 1-es, 2-es és a 3-as típusú a probléma megoldás, hogy a 3-as típus után következett az 1-es, 2-es, majd utána pedig egy következő, megint egy ilyen 3-as típusú Kaizen esemény, ami aztán jelentős javulást tudott okozni hosszú távon a vállalatnak. Szóval a Dióhéjban ennyi az, ami egy ilyen Jishuken tanulási ciklus, ami a probléma megoldáson keresztül és a fizikai kísérletezésen megvalósításon keresztül biztosítja a tanulást és a folyamatoknak a fejlesztését, és ez egy nagyon fontos pont, hogy a csapatot, a csapatokat, azok nem önállóan dolgoztak, hanem szenszelyek vagy coachok segítették az ő munkájukat azáltal, hogy segítettek a jelenlegi helyzet gyors és jó megértésében, egy jó célállapot fölvázolásában, és utána a kísérleteknél pedig folyamatosan adták azokat a kihívásokat, ami újabb és újabb nézőpontokat vagy kreatív pontokat hozott be ahhoz, hogy ezt jól meg tudjuk valósítani. És az is egy nagyon fontos dolog, hogy itt a learning by doing úgy valósult meg, hogy nem elméleti tervek készültek, hanem ott a rendelkezésre álló anyagokból, eszközökből kellett azonnal eredményt elérni. Na ennyit szerettem volna mondani itt a 3-as típusú probléma megoldás egyik példájáról, és most akkor vissza a stúdióba. Nos,
Visszavárjuk akkor Szalai Csabát és igen, meg vagyunk mind a hárman. És akkor innentől fogva érkezhetnek a kérdések akár írásban, akár szóban. Nyugodtan, aki szeretne feltenni az arra az időre, hangosítsa vissza magát. És illetve, hogyha jól láttam közben, akkor volt kérdésünk. Az egyik Takács Józsitól, de ugye az megválaszolódott később, hogy jól értelmezem, hogy egy célállapot probléma összefügg a coaching hatával, és igen, ugye ezt később rá is kanyarodtunk, illetve Edittől érkezett egy olyan, hogy ha jól értem, ha nincs valamilyen külső kényszer, ami definiál egy célt, akkor a veszteségek feltárása alapján határozzuk meg a célállapotot. Hát én ennél megpróbálnék egyek konkrétabb lenni, tök őszintén, mert az ilyen általában csináljunk nagy veszteségvadászatokat, és akkor fájdalompontlistákat, elképesztően hosszúakat írjunk fel jó sok flipchart lapra, kicsit túloztam természetesen. Jelenlévők biztos kivételek, és soha nem csináltak ilyet, mert nem is csinálnának, szóval hogy ez kevésbé fókuszált, nagyon sok helyre lő egyszerre. Az egyik pont, ahol nagyon jól össze lehet kötni ezt szerintem a célállapot típusú fejlesztést a vállalat érdekeivel, az a stratégiai céloknak a lebontása. Tehát hol tudunk olyan created gap-et találni, amely a vállalati stratégiai célokkal összefügg. Így van, ami ugye a Hoshin-Kari, vagy pedig a policy deployment, ugye angolul hallhattátok ezeket a kifejezéseket. Ha erről mondjuk bővebben szeretnétek, akkor pont most fordítottunk le egy cikket magyarra. Ezt megtaláljátok a weboldalunkon is, meg a Facebook oldalon is, hogyha egy kicsit bővebben szeretnétek a Hoshinnal kapcsolatban információt. Még reagálhatnék itt nem is erre, hanem a Józsinak a mondására egy gondolattal? Persze. Tehát, hogy a coaching kata az a célállapot típusú megközelítésnek csak egy megjelenési formája, a Toyota kata meg módszer, ami kódolja a coachnak is a viselkedési mintáját, de hogy nem egyenlő a coaching kata a hármas típusú fejlesztéssel, ugyanis bármelyik megközelítést nézzük, elképesztően fontos szerepe van egy coachnak vagy tanítónak, aki segíti a probléma megoldót, vagy mentornak is hívhatjuk, ugyanúgy, mint egy A3-as esetében. És hogy vannak olyan működési formák, amikor még nem az öt coaching kata kérdéssel operál a coach, hanem az alapján, a tapasztalat alapján, amit ő is megszerzett, megtanult az ő saját tanítóitól. Ami persze nagy átfedést mutathat akár a kata coachinggal is, de azért van szabadsági fok. Szóval itt a tanítónak a szerepe a fontos, aki segíti a probléma megoldót, és nem az, hogy milyen módszert alkalmaz. De ugye ez ismételten visszakanyarodva a lean transformációs keretrendszerhez, ez nagyon jól megjelenik ezekben a dimenziókban is. Abszett. Tehát ott a ház teteje, ugye, amilyen problémát akarunk megoldani, ott az egy célállapot típusú probléma lesz, ugye hármas típusú probléma jelenik meg a háztetőben. A folyamatfejlesztés pillér, tehát a háznak a baloldali pillére az az improvement kata, tehát hogy milyen lépések, technikai lépések, nagyon sok PDCA ciklus kell ahhoz, hogy fejlesszük magát a munkavégzést, hogy elérjük ezt a célállapotot. A jobb oldali pillér ugye a képességek fejlesztése, azaz hogyan fejlődik a probléma megoldó, és ehhez kell a negyedik dimenzió, ugye a vezető, aki a vezető lehet maga a coach, ott jön a coaching kata kérdésekkel, fejleszti és támogatja ezt a probléma megoldó folyamatot, fejleszti a probléma megoldót, ezáltal érik el a célállapotot, és ugye ez a négy dimenzió hat majd a vállalati kultúrára, amikor valóban átáll arra, akár csak egy terület, vagy egy osztály, vagy egy vezető alatt lévő csoport, hogy a vezető az tanárrá válik, és tanítja, folyamatosan tanítja a probléma megoldáson keresztül a munkatársait. Tehát, hogy az öt dimenziót itt is nagyon jól meg lehet rajzolni. Edith, meg nem tudom, megválaszoltuk-e a kérdésed, illetve Józsi? Kérdezni, hogy ezt nem kerekítettük le, hogy ez így oké, vagy még merült fel más kérdésehez kötődően? Nagy részt köszönöm. Tehát én folyamatosan keresem azt, hogy tehát hogy hol van ez a jó célállapot. Azt mondjuk, hogy 100, ugye nincs semmi külső kényszer, akkor most 110, vagy 120, vagy 130 ebben az esetben, hogy
nyilván csomó mindent most elmondtatok, de hogy mi segít még abban, hogy ezt az új standardet, hogy előbb akkor ránézek a folyamatomra, megtalálom azokat a pontokat, ahol lehet változtatni, és akkor mondom azt, hogy 110, vagy ez lehet akár 130, vagy legyen 130, mert kihívó, és akkor nem tudom, hogy érthető-e, hogy hol van a dilemma bennem még, vagy ami nem teljesen tiszta. Hát én erre annyit mondanék még, hogy hogy azt nehéz belőni, hogy mi az a cél, ami elég ambíciózus ahhoz, hogy feszegesse a jelenlegi képességünk és a rendszerünk működési módjait, amire az ember azt mondja, hogy nem áll, tehát ez nem lehet megcsinálni, 200 az nem lehet 100 helyett, de azért még látó távolságon belül van, és nem olyan, hogy egy ilyen elérhetetlen, hogy 100-ról ugorjunk 1000-re. Tehát ez is egyfajta ilyen képesség, hogy tudsz te jól ilyen célokat meghatározni, vagy kitűzni. Tehát amikor ott volt, én ugye benne voltam ebbe a Jisukenbe, az volt a mondás, hogy 12-14 perc, és azt mondta Sensei, jó, akkor legyen 2 perc. És így mondtam, hogy jó, de hát miért legyen pont 2 perc, mert ez 5. Mondta, hogy a 5 is jó, de hogy szerinte, hogy hozzánk az jobban illene, hogyha így erősebben feszegetnénk a képességünk határait, hogy több helyen kérdőjelezzük meg a jelenlegi rendszert, hogy a lehető legmesszebb juthassunk. És aztán nem lett 2 perc, 2 perc 10 másodperc lett, meg 50 másodperc az egész helyet, de hogy ez azért jobban, nagyon nagyban segített. Oké, köszönöm, ezt kerestem. De fontos, hogy ennél a típusnál komfortzónán kívülre kell menni. Tehát, hogy azon a határon kívül kell leszúrni mindenképpen a karót, amit ahova tudjuk, hogy jutunk el. Tehát, hogy mindenképpen olyan számot határozunk meg, amire fogalmunk sincs, hogy lehet oda eljutni, vagy nem tudjuk, hogy el lehet-e egyáltalán jutni oda. Mert különben nincsen benne. Tehát az nem jelent kihívást valójában. Mert ezek szerint, ha tudjuk, hogy jutunk oda, akkor valószínűleg voltunk is már ott. Jó, Józsi kérdezett még olyat, hogy mi történik a cégemnél, ha a cégemnél nincs olyan személy, aki coach vagy mentor tud lenni. Az örök visszatérő kérdés egyébként. És sokaktól halljuk ezt. Jó, akkor következő kérdés. Okay. Én már eleget beszéltem. Ez egy tök jó kérdés egyébként, Józsi, hogy a fenébe lehet ezt a képességet bevinni a szervezetbe. Egy jellemző forma, amit már ismerünk és már többször is használtunk, az, hogyha olyas valaki kezdi el ezt a képességet fejleszteni, akinek ez már megvan a szüksége, tapasztalata. Mi nagyon sokszor kerülünk saját magunk is ilyen szerepbe, sok ilyen problémágodó folyamaton keresztül mentünk már mi is, és volt lehetőségünk arra is, hogy fejlesszünk vezetőket és problémamegoldókat, mind a problémamegoldó készségükben, mind pedig a mentorálási, mentori képességeikben. És akkor ilyenkor ez jó, mert akkor valaki olyas, valaki mutatja az utat, megfejleszti ezt a képességet, aki ebbe tud segíteni. Fontos itt a lépcsőket ne ugorjuk át, tehát úgy ne kezdjünk el mentorként működni, és úgy ne kezdjünk el mentorokat fejleszteni, hogy előtte a megelőző lépcsőkön nem jártunk még, tehát nem foglalkoztunk probléma megoldással, meg aztán később gazdáknak, probléma megoldóknak a fejlesztésével. És aztán később ezt a tudást ezt át lehet adni, meg ott lehet hagyni. Az is egy lehetséges forma, hogy akik egyébként fejlesztéssel foglalkoznak a vállalaton belül, mondjuk ők veszik át tőlünk a mentorok fejlesztésének a szerepét. A legideálisabb egyébként az, hogyha nem egy külön entitás, egy külön szervezet csinálja a vezető fejlesztést, hanem a vezetőknek már megvan ez a képessége, és akkor a vezető a saját beosztott vezetőit fejleszti, tehát ez az ideális helyzet, csak ez nagyon sokszor nem áll elő, meg nem ezzel tudunk dolgozni, hanem valahogy el kell kezdenünk ezt a folyamatot. És ezt a képességet építeni. Jó, köszönöm a választ. Ugye az a nehézségem, hogy én például kitalálom, hogy csináljak egy A3-at, vagy egy célállapot jellegű fejlesztést, és elindulok, de nem feltétlenül fogok találni olyan személyt, aki megnézi az A3-at, és azt mondja, hogy vagy feltesz egy-két jó kérdést utána a vállalaton belül, hogy Józsi, gondoltál-e, vagy mi történik, ha, vagy
vagy ilyesmi. Mondjuk nekünk szokták küldeni e-maileket, hogy tegyünk fel egy-két jó kérdést, ha most így jobban visszagondolok az elmúlt hónapokra. Igen, igen, igen. Még ez lehet, hogy a vállalaton belülnek nem felel meg, mint kritérium. Igen, 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 ezért is mondtam. Ugye csak könnyebben, hogyha egy nagy lean tudású főnököm, vagy egy kollégám lenne, aki kenni vágja ezt a témát, és nem az lenne, hogy titeket tartanak fel alkalomattán, vagy ilyesmi. Gyűjtjük egy ezt. Házon belül. Jogi Józsi, gyűjtjük ezt a listát. Ja. Nekünk sincs nagy lean tudásunk, tehát micsoda véletlenül is akartam erre utalni, mi is tanuljuk ezt. Az tény, hogy a gyakorláson keresztül lehet ezt továbbfejleszteni. Bár igazából most gondolhatnék arra, hogy Ónónak se volt szenszeje, vagy mestere, aztán valahogy mégis. Csak egy Ónó vizenjáró volt. Más. Kócsok kócsának a kócsa, tehát kellene egy legmagasabb hatványnak. Igen. Jó, köszi. Az Ónó. Chuck Norris. Ez egy jellemző hiba egyébként, még amíg megér a következő kérdés, még ezt az egy gondolatot adjam hozzá, hogy a lean-esek abban a helyzetben kerülnek, hogy akkor ők mentorálnak vállalaton belül, és átugorják azt a lépcsőt, hogy először probléma megoldóként vitézkedjenek. Nincs ilyen típusú tapasztalatuk, de ők már mentorálnak mindenféle vezetői szintet, és azért ez nem mindig szokott jól sikerülni. Fontos a lépcsőnek, a lépcsőzetességnek a betartása. Hát meg lean szakértőként mondjuk mentorálni egy gyárvezetőt, az nem ugyanaz a súlycsoport. Mondjuk igen. Hát lassan 4 óra, még kicsit csúszva indultunk. Még egy kérdés belefér, hogyha valaki motoszkál, hogy akkor ne tartsa vissza. Most vagy valaki gépel, vagy aki elkezdett gépelni, az nyugodtan elmondhatja szóban is. De ezek szerint akkor nem gépel senki. Akkor szolgálati közlemény így a végére, egy-két gondolat. Ugye ugyanúgy, ahogy az első 2 előadásnak a videófelvételét, ezt is fel fogjuk tenni a Google Classroom felületre, tehát hogyha ott bementek, akkor majd ott fogjátok találni hamarosan ezt a felvételt is, és vissza tudjátok nézni. Az anyagok is még ott vannak, hogyha neten nem olvastátok el, vagy nem néztétek meg, akkor még megtehetitek nyugodtan, böngészétek. Tervezünk még egyébként hasonló webináriumokat, majd jelentkezünk, hogyha van konkrétum. Ha megengeditek, akkor az e-mail címeteken fogunk titeket értesíteni. Böngészétek a weboldalunkat, és keressétek a Facebookon, mostanában elég aktívak vagyunk, mert valami miatt így jobban ráérünk, úgyhogy több magyar cikket, illetve több publikációt láthattuk, illetve ami érdekesség, még elindítottunk egy 6 kérdés, 6 válasz cikksorozatot a Facebook oldalunkon. A tagvállalatainkat kérdeztük meg, tettük fel ugyanazt a 6 kérdést a tagvállalatainknak, hogy itt a COVID-helyzet kapcsán miket tanultak, milyen kihívásokkal szembesültek, mi az, amit meg kell oldaniuk, úgyhogy szépen sorba jönnek be ezek a válaszcsomagok, úgyhogy tesszük fel ezeket folyamatosan a Facebook oldalunkra. Illetve breaking news, annyira friss a hír, hogy még Csaba kollégáim sem látták valójában. 1 órája érkezett, vagy most már 2 érkezett meg a nyomdából a legújabb könyvünk, ugye, amit idén adtunk ki. Ezen dolgoztunk az elmúlt hónapokban, ugye ez szintén egy fordítás, Michael Ballet-nak a legújabb könyve, The Lean Sensei című könyvet fordítottuk nagyon frappánsan Lean Sensei-re, és ha már felmerült a sensei, meg a mentor, meg a coach fogalma, akkor ugye ez a könyv taglalja, hogy mi ezek között a különbség, és mit kell tudni azokról a sensei-ekről, akiket igazából ennek hívhatunk. Nekünk annyiból szerencsénk van, hogy akár a lengyel projekt, amit a Csaba említett, hogy van a nemzetközi hálózatunkban vannak olyan szakértők, akik ex-tojotások, 10-20 évig dolgoztak valamelyik Toyota szervezetnél, de hát találkoztattatok ti is velük, ugye az egyik a Mark Reich, aki itt volt januárban Hoshin workshopot tartani, illetve jött vele együtt Csebdet Özdogán, aki pedig a török szervezetnek az egyik szenior
senior szakértője, vagy hát sensei, nyugodtan mondhatjuk. Úgyhogy, és hát a Michael Ballet is nyugodtan sorolhatjuk ebbe a kategóriába, úgyhogy az ő és a kollégájának a gondolatait találjátok, vagy tapasztalatát ebben a könyvben. Nem tudom, hogy elmondtam-e mindent, urak, technikai közérdekű információt. Szerintem igen. Igen. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt csatlakoztatok hozzánk hétről hétre, vagy két hétről két hétre, és jelentkezünk, amint újabb randira hívunk benneteket így az online térben. Úgyhogy további szép délutánt, meg majd hétvégét. Köszönjük szépen! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.